Iskolai beruházás, mintegy 150 millió forintból energetikai korszerűsítés valósult meg a Kállai Miklós általános iskolában. Vörös kereszt évértékelő, 225 millió forintos Európai Uniós támogatásból indult idén a Magyar Vörös kereszt, 18 és 22 év közötti fiatalokat célzó programja. Jégveszély gyakran okoz csípőtáj és alkarsérüléseket a jégen való elcsúszás, rosszabb esetben akár fejsérülés is lehet az esés vége. Mintegy 150 millió forintból korszerűsödött a Kállai Miklós általános iskola, a Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Kállóseményi intézményben tavaly a konyhát újították fel, azt 50 millió forinttal a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta. A csütörtökön átadott beruházásnak köszönhetően korszerűsödött a fűtési rendszer, hőszigetelést és új nyillászárókat kapott az épület. A település életében egy fontos beruházást adtak át csütörtökön Kállóseményben. A város által elnyert Európai Uniós forrásból korszerűsítették a Kállai Miklós általános iskolát. A iskola energetikai felújításáról emlékezünk meg. Ez mintegy 150 millió forintba került, és új külsőt kapott az iskola. Nyilászárók és belső energetikai felújítás, ami azt jelenti, ugye, hogy fűtéskorszerűsítés, a új köntös, az azt jelenti nekem, hogy hőszigetelést kapott, új külsőt, a legmodernebb ablakok, ajtók kerültek beépítésre. Az iskola felújítás egy komplex program része. Egy évvel ezelőtt a felújított konyhát adták át. Az egy 50 millió forintos felújítás volt, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta. A választókerületben mintegy 6 milliárd forintból 25 intézmény újul meg, illetve épül. A Kállóseményi volt a 7. korszerűsített épület. 11 iskolai beruházás zajlik, 6 új bölcsőde épül, illetve óvodák felújítása történik az Európai Uniós terület- és településfejlesztési operatív program forrásának jóvoltából. Ennek összege 90 milliárd forint volt a megyére nézve idén, ebből középületeket fejlesztettek. És olyan szempontból, hogy nagyon jó beruházásról van szó, hogy példázza az állam és az önkormányzat együttműködését, a település önkormányzat együttműködését, és el kell osztatni ezt a évhitet, nem először teszem ezt, hogy az állami fenntartással sokan féltették az iskolát, hogy mi lesz az iskolával. Az iskola itt maradt, nem vitt el az állam, nem tette fel a batyujába, és nem vitt el magával, ahol már Budapestre jó, elzárt jó az iskolát, hogy elvegye a településektől, hanem azt az esélyegyenlőséget biztosítja meggyőződésem szerint az állami átvétel, ami engem is meggyőzött annak idején, hogy ez egy helyes lépés volt, hogy ugyanannyi forrást tudjon elkölteni az állam garantáltan, és meggyőződésem szerint ebbe az irányba haladunk. Ez indokolja az állami átvételt, közpénzből ugyanannyi forrást kapjanak a Kállóseményi gyerekek, mint a budai elitkerületekben oktatásban részesülő gyerekek. A korábbi években, amikor vegyes finanszírozású volt a fenntartói szerepkör, akkor a kisebb települések nem tudtak nagyobb forrást hozzátenni az állami támogatásokhoz, így nem tudták olyan mértékben korszerűsíteni a vidéki iskolákat, mint az elmúlt években, hangzott el a rendezvényen. Szakszerűen jártak el a rendőrök a nyíregyházi és a fővárosi tüntetéseken is, közölte Kis András, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség megyei elnöke. A helyi vezető az ellenzéki pártokat arra kéri, ne a rendőrséget használják a politikai haszonszerzés eszközeként. A nyíregyházi sajtótájékoztatón az is elhangzott, a törvényeket tiszteletben tartva dolgoztak a rendfenntartók, az emberek érdekében cselekedtek az elmúlt napokban is. Szabolcs-Szatmár-Vereg megyében működik a megyék rangsorában a második legnagyobb rendőri állomány. 8 kapitányságról és 6 határrendészeti kirendeltségről beszélünk. És emellett vannak a Vásárosnaményban működő kirendeltség, ahonnan a közlekedésrendészet működik. Azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy mekkora állományról beszélünk, és mi, Szabolcs-Szatmár-Vereg megyei Fidesz-KDNP, én magam is, mint megyei képviselő, azt gondolom, hogy azt a munkát, amit ők ebben az évben elvégeztek itt az év végén, az advent, az elcsendesedés időszakában, látva az elmúlt hetek
budapesti vagy megyei eseményeit is, amikor a rendőrség nem ült fel a provokációra, és szakszerűen végezte a munkáját, csak megsüvegelni, kalapot emelni lehet. 225 millió forintos Európai Uniós támogatásból indult idén a Magyar Vöröskereszt 18 és 22 év közötti fiatalokat célzó programja. Az Itt a helyed célja, hogy támogassa az oktatásból és a foglalkoztatásból kimaradó fiatalokat. Ez azért is fontos, mert az évi 14 ezer véradó eseménynél segítkező 18 ezer önkéntes nem mindig elegendő. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet legismertebb tevékenysége a véradás első újévi időpontja, január 2-a. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervez véradásokat, ez a tevékenységei közül a legismertebb. 2018-ban sem volt ez másképp, országosan közel 14 ezer véradó eseményt szerveztek, eközben több, mint 15 ezer magyar ember egészségügyi szűrését is elvégezték, és több ezer hátrányos helyzetű gyermeknek segítettek. Ebben több, mint 18 ezer önkéntes vett részt, akik közül sokan rendszeres segítők, míg mások alkalomszerűen segítik a humanitárius munkát. A fiatalok számára célzott programokat is indít a Magyar Vöröskereszt. Az egyik ilyen éppen az idén indult, Itt a helyed címmel. Ez az oktatásból és foglalkoztatásból kimaradó fiatalok számára nyújt segítséget. A programba 18 és 22 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. Ennek megvalósítása Európai Uniós támogatással 225 millió forintból 9 megyében 11 helyszínen zajlik, és a tervek szerint 2020 végére 182 önkéntes sikerül bevonni a programba. Ennek része a Magyar Vöröskereszt nyíregyházi területi szervezete is. Továbbra is működik a szervezet működtetésében az anya otthon, ahova krízisközponton, kríziskezelőn keresztül várjuk azokat a nőket, akiket akár családon belüli erőszak áldozatai, bármiféle olyan bántalmazásért, ami miatt menekülniük kell, meg tudnak bennünket találni. Ez az otthon is gyönyörű szépen működik. Itt a jövő év lesz egy érdekes fordulat, amikor is pályázati forrásból bővíteni fogjuk az anya otthonunkat is korszerűsíteni, a modernkori elvárásoknak egy kicsit megfelelőbbé tenni, hiszen ez egy 20 éve működő épületintézmény, eljár fölötte az idő. Nagyon sok pályázatunk fut egy időben, igyekszünk a lakosságnak minden spektrumát felölelni a tevékenységünk során, egészen az óvodáskortól az időskorral bezárólag. A fogyatékkal élő emberek nevelése, gondozása és a mindennapi tennivalók megkönnyítése is a szervezet tevékenységei közé tartozik. Fejlesztő pedagógusok segítenek a rehabilitációban, a cél a társadalmi elszigeteltség megszüntetése. A nyíregyházi Malom utcai intézmény 2005 óta működik. Az ellátás mellett tanácsadás is folyik az épületben, siketek is nagyot hallók, vakok és gyengénlátók, értelmi és mozgásszerű fogyatékosok, valamint autisták számára. A programok folytatódnak 2019-ben is, az új év első véradásának dátuma január 2-a. Elindult a 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás. Február 15-ig lehet jelentkezni a szeptemberben induló alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre, közölte az oktatási hivatal az MTI-vel. Azt írták, hogy a felvételizők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, 3-at díjmentesen. Az eljárás menetéről a hivatalos honlapon a www.felvi.hu oldalon közzétett tájékoztatóban olvashatóak részletes információk, amelyek várhatóan január végéig frissülnek. Jelentkezni kizárólag a www.felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszerben lehet. A végleges jelentkezések rögzítésének határideje pedig február 15-e, 24 óra. Gyakran okoz csípőtáji és alkar sérüléseket a jégen való elcsúszás, rosszabb esetben akár fejsérülés is lehet az esés vége. Ha ezt nem veszük elég komolyan, órák, de akár napok múlva is komoly következményei lehetnek. Ahhoz, hogy csökkentsük a balesetek és az elcsúszás esélyét, érdemes pingvin járásban közlekedni a csúszósabb járdákon. A csapadékos idő és az éjszakai mínuszok egyet jelentenek a jeges járdákkal és a csúszós utakkal. Az autósok ilyenkor választhatják a tömegközlekedési eszközöket, gyalogosan azonban nehéz elkerülni a csúszós járdákat.
Bár az illetékes szervek mindent megtesznek, hogy ezek járhatóak és csúszásmentesek legyenek, nem biztos, hogy mindenhova elérnek időben a szakemberek. Az elcsúszás, az elesés, főleg az idős mozgásukban nehezített embereket érinti, ahol tényleg egy ilyen elesésből, elcsúszásból komoly csípőtáji sérüléseket lehet szenvedni, ezek a leggyakoribbak, illetve a különféle alkar sérülések, késsérülések, és ezek természetesen az idősek is mozgásban nehezítettek mellett a gyermekeket is fokozottan veszélyezteti, és megint egy picit szomorú példára hívnám fel a figyelmet, hogy minden fejsérülést, akár időskorban, akár véralvadás gátlót szedő ember fejsérülését, illetve a gyermekkori fejsérüléseket is tessék komolyan venni, elbagatalizálni nem szabad, és mindenképpen kérjük azt, hogy ilyenkor orvos lássa azt a sérültet, mert ezekből a sérülésekből később órák, akár napok múlva is komoly kórképek alakulhatnak ki, tehát például ezeket nem szabad elbagatalizálni. Hogy elkerüljük az esést, érdemes a pingvinjárást ellesni. Normális esetben súlypontunk a test középvonalára esik járás közben, ami miatt a súlyt tartó láb nem teljesen merőleges a talajra, és nagy az esély az elcsúszásra. Hogyha azonban egy kicsit előre dőlve a teljes testsúlyunkat az előn lévő lábunkra helyezzük, a talp teljes felülete érintkezik a talajra, és kisebb az elcsúszás veszélye is. Fontos persze az is, hogy ne siessünk a jeges felületeken, inkább kisebb, óvatos lépésekkel haladjunk előre. Természetesen ilyenkor is előfordulhat, hogy elesünk. Elesni meg kell tanulni. A küzdősportoknak ez gyakorlatilag az egyik alapja, hogy ott legelőször ezt tanítják meg, hogy hogyan kell szabályosan jól esni. Gyakorlatilag azok az önkéntelen védekezési mechanizmusok, hogy az ember a saját fejét védi, ugye a kezét fogja lehelyezni, és mint mondtam, ezért nagyon gyakoriak idősebb korban a kéz, az alkarnak, a kéznek, a kéztő csontoknak a törései, mert hogy az ember a saját kezével próbálja felfogni, tompítani ezeket az esések. Sajnos ugye más túl sok lehetőség nincsen, mert ez fontos, hogy az ember megpróbálja saját testépségét a kezével védeni, de vannak olyan betegségek, csontritkulás, időskor, ahol egy ilyen védekező sérülés is nagyon gyakran előfordul. A szakemberek azt tanácsolják, ha az esés valószínűsíthetően lábtöréssel járt, ne segítsük fel az elesettet, mert azzal komoly maradandó károkat okozhatunk. Ilyenkor takarjuk be meleg takaróval, és azonnal hívjunk hozzá szakszerű segítséget. Idén 15. alkalommal fogtak össze a nyíregyházi polgárőrség tagjai, hogy karácsony alkalmából ételt adjanak a Bokréta utcai hajléktalan szálló lakóinak. Saját költségen vásároltak alapanyagokat, hogy abból kiváló minőségben elkészítsenek 150 adag babgulyást. Az ünnepek közelettével beigli is járt a meleg étel mellé. Van sütemény is, amit adományba kaptunk a beiglibe, ami hozzátartozik a karácsonyi ellátáshoz, mert szeretnénk itt az ellátottainknak minél inkább segíteni, hogy a téli időjárási viszonyokat is jól vészeljék át, meg hát, hogy az ünnepi hangulat is meglegyen. És hát itt hárman-négyen készítették el a polgárőrség tagjai közül az ételt. Karácsony táján megszaporodnak a lakásban tartott kutyákat, macskákat fenyegető veszélyek. Sokszor nem is gondolná az ember, mi mindenre kell odafigyelni ilyenkor, ha szeretné megkímélni kedvencünket egy gyomorrontástól, vagy akár nagyobb problémáktól. Hasmenés, hányás, idegentest a gyomorban. Ezek az ünnepi időszak legjellemzőbb problémái, amelyekkel karácsony és szilveszter között a kis kedvencek állatorvosi ellátásra szorulnak. Négylábú barátainkra számos veszély leselkedik a szeretett ünnepén. A terített asztal incsiklandozó illatokkal, a karácsonyfa, a csengettyűk, a dizájnos díszek csillogása különösen csábító lehet kutyánk és cicánk számára, nem is beszélve a finom édes szaloncukorról. Ilyenkor előkerülnek a különböző szaloncukrok, édességek, mákos guba, halászlé, csirkéből főzött ételek, és ezek mind komoly problémát okozhatnak. Itt ugye itt a szaloncukorral kapcsolatban talán így, hogyha nagy mennyiséget vesz fel az állat, ennek a kakaó tartalma lehet káros, főleg így a fekete csokoládét tartalmazó cukrok. Az egyéb húsételeket tekintve, itt ugye a csirkéből készült ételeknél ugye a túl sok csont elfogyasztása okozhat bélsárekedést, legemésztőszervi elzáródásokat,
valamint a halászléből kikerülő vékony szálkás csontok komoly sérüléseket okozhatnak már a garatban, szájüregben, illetve a nyelőcső tájékán. Az állatorvosok tehát arra hívják fel a gazdik figyelmét, hogy az évvégi időszakban is legyenek tudatos állattartók. A karácsonyi dekoráció készítésénél is gondoljunk a körülöttünk sündörgő négylábú barátainkra. Bármennyire is nehéz ellenállni kuncsorgó kedvencünk nézésének, ne feledjük, hogy az ünnepi terülj-terülj asztalkám, a fűszeres ételek, a beigli, a zserbó vagy a szaloncukor nem kutya-macska gyomornak való. Ha mindenképp késztetést érzünk arra, hogy valamiféle különleges csemegével lepjük meg őket karácsonykor, inkább vegyünk kifejezetten nekik gyártott ropogtatni valókat. A tabella második helyén tölti a téli szünetet a Máté Szalkai MTK, a női kézilabda MB2 északkeleti csoportjában. A Vakarcs Krisztina játékos edző által irányított együttes 7 győzelem mellett kétszer szenvedett vereséget. Az MMTK célja, hogy a bajnokság végén is ott legyen a dobogó. A dobogót megcélozva vágott neki a 2018-2019-es bajnokságnak a Máté Szalkai MTK. A csapat a nyitófordulóban vereséget szenvedett az Örök Múmsósztól, majd kikapott az őszi bajnok Fizesabonytól. A folytatásban azonban már nem hibáztak Vakarcs Krisztina tanítványai, így az MMTK a listavezető mögött 4 pont hátrányjal, a harmadik helyezett Vitkát 2 ponttal megelőzve a második helyen zárta a bajnokság első szakaszát. Torma Tamás elnök szerint a jó szereplésben nagy szerepe van annak is, hogy nyáron minimális változás történt a játékos keretben. A legnagyobb igazolás az volt, hogy nagy részét a játékosainknak itt tudtuk tartani Máté Szalkán, kapusposzton jelentősen megerősítettük a csapatot, ami egy stabilitást jelentett a csapatnak, így vágtunk neki az őszi fordulóknak, és hát első forduló mi más lenne, mint már évek óta a Mumusnak kikiáltott Óz csapata. Nagyon készültek a lányok, és nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, hiszen kikaptunk. Úgyhogy ez kicsit rányomta a bélyegét a sikeres felkészülés utáni időszakra. Akkor leültünk a lányokkal, a fejekbe természetesen rendet raktunk, és továbbra is arra inspiráltuk őket, és ez úgy gondolom ez a motiváció, ami a fejekben való helybe, vagy helyre rakás, vagy rendet jelentette, ez meghálálta magát, hiszen a bajnoki aspiránsnak kikiáltott Füzesabony ellen még elveszítettünk egy mérkőzést, a bajnokság folyamán és utána minden egyes mérkőzést pozitív módon abszolváltak, azaz győztek minden mérkőzésen a lányok. A Máté Szalka legtöbb gólt szerezte a bajnokságban, összesen 320-szor voltak eredményesek Kis Brigittáig. Az edzőnő szerint a csapat szinten kiemelkedő szerepléshez kellettek jó egyéni teljesítmények is. Nem nagyon szoktam kiemelni, ugye edzőként, de azt gondolom, hogy egy pár emberre most kivételt teszek. A kapuban Bodó Anna Petra, Pabbea, illetve Kónya Laura, ők... Én azt gondolom, hogy nagyon jól teljesítettek, és jól kiegészítették egymást, illetve a mezőnyjátékosok, ott pedig Márkus Peó, illetve Kis Brigitta, akik gólerősek voltak, illetve a nehéz helyzetekben tudtak a társakon segíteni. A meglehetősen szoros mezőnyben egy-két győzelemmel vagy vereséggel nagyot léphet előre, illetve csúszhat vissza egy-egy csapat. Ez az északkeleti bajnokság most a 2018-19-es bajnoki évadban én azt gondolom, hogy ismét erősödött. Új színfoltja ugye egy Heves megyei csapatokat is ide soroltak át. Ez a két Heves megyei csapat, konkrétan a Heves és a Füzesabony, ez egy komoly játékerőt képvisel. És ugye a Borsod és Hajdú csapatai mellett már a szabolcsi csapatok közül, ugye a Kölcsei évek óta egy nagyon stabil eleme ennek a bajnokságnak, és természetesen ugye Máté Szalka, mellett a Vitka az a harmadik csapat, aki a bajnoki dobogóért küzd. A Máté Szalkai kézilabdázók január 7-én kezdik el a felkészülést, a tavaszi nyitófordulóban pedig az Ózdot fogadják majd Vakarcs Krisztináék. A csapat célja, hogy dobogós helyezéssel ünnepelje 2019-ben az MMTK megalakulásának 100. évfordulóját. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Egy évvel korábban a konyhát korszerűsítették, idén pedig energetikailag újult meg a Kálai Miklós általános iskola. Utóbbira a Kálló-Semjéni intézmény közel 150 millió forintos forrás kapott. A csütörtökön átadott beruházásnak köszönhetően korszerűsödött a fűtési rendszer, hőszigetelést és új nyillászárókat kapott az épület.
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervez véradásokat, 2018-ban országosan közel 14 ezer véradó eseményt rendeztek, eközben több mint 15 ezer magyar ember egészségügyi szűrését is elvégezték, és több ezer hátrányos helyzetű gyermeknek segítettek. Idén 225 millió forintos Európai Uniós támogatásból indult a Magyar Vöröskereszt 18 és 22 év közötti fiatalokat célzó programja, az Itt a helyed, amelynek célja, hogy támogassa az oktatásból és a foglalkoztatásból kimaradó fiatalokat. Gyakran okoz csípőtáji és alkalsérüléseket a jégen való elcsúszás. Rosszabb esetben akár fejsérülés is lehet az esés vége. Ha nem vesszük elég komolyan az eséseket, azoknak órák, de akár napok múlva is komoly következményei lehetnek. Ahhoz, hogy csökkentsük a balesetek és az elcsúszás esélyét, érdemes úgynevezett pingvinjárásban közlekedni a csúszósabb járdákon. Az óvatos közlekedés főleg idősebb korban lehet kiemelten fontos. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 21-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a krónikát láthatják, tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Holnap jelentősen megenyhül az idő. Időjárásunkra szombat estig több front is hatással lesz, ezért változékony, de enyhe időre van kilátás. Az éjjeli órákban is borult lesz az ég, gyenge csapadékra is számítani lehet, ónos eső, havas eső, eleinte helyenként havazás is valószínű. A déli szél egyre több felé megélénkül, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, de rövid időszakokra előbújhat a nap. Eső, zápor, akár többször is előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap hosszabb napos időszakok is lehetnek, majd estétől délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre több felé elered az eső. Hétfőn is várható, délelőttig, majd estétől lehűl az idő. A következő napokban is marad a változékony időjárás. A napos időszakok mellett többször megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, hózáporok is kialakulhatnak.